Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Jó, a több mint 10 esztendője fogant meg az a gondolat, hogy próbáljunk meg segíteni így advent idején a határon túli honfitársainknak. És így is történt, Prekrit Judit volt az ötletgazda, és azóta esztendőről esztendőre így adventkor a határon túli magyarok megsegítésére egy adventi jótékonysági est indul. Ez így volt ebben az esztendőben is. És hát igen, ilyenkor lélekig hatol a dal, mondhatjuk. És nagyon fontos számunkra, hogy a magyar népi kultúra és énekművészet legrangosabb képviselői érkeznek meg Székesfehérvárra. Így volt az idén is, megerősíthetjük. És természetesen itt vannak a határon túli magyarok képviselői is. Vendégem pedig Mátyás Mónika Pusztináról. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Ez egy fantasztikus pillanat számunkra. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mi mindent jelent egy ilyen est itthon az anyaországban, ahhoz egy kicsit el kell látogatnunk Pusztinára, hiszen tudjuk, hogy Pusztinában nőttél fel, aztán elkerültél máshova, és a középiskolai tanulmányaid után Egerben jártál főiskolára, és végül is csak-csak hazatértél az eredendőhöz. Egy kicsit beszéljünk ezekről az évekről, hiszen ezek nagyon fontosak, és meghatározták nyilvánvaló a jelenlegi létünket, életünket is. Igen, én igazából 2000-ben, amikor nálunk elindult a magyar oktatás a faluba, akkor hatodikos voltam, és úgy gondolom, hogy annak volt a hatása, vagy annak a hatására választottam ezt az utat, hogy magyarul tanultam tovább Gyimesfelsőlokon, utána Egerbe jöttem, és amikor ott befejeztem Egerbe a tanulmányaimat, akkor lett volna lehetőségem itt is maradni az anyaországban, de valahogy a szívem visszahúzott. Úgy éreztem, hogy fontos otthon lennem, fontos az enyémnek tanítani az anyanyelvet, átadni, még visszatanítani a kultúrát, az énekeket, táncokat, és ezért választottam hogy Pusztinára visszamegyek, és ott dolgozom. Ugye, ahogy régi barátunk mondta, Csángliában azért más az élet teljes egészében. Tehát Pusztina egy olyan település, ahol ugye nem volt magyar oktatás, kezdjük ezzel. Tehát ez alapvetés volt, mindenki beszélt magyarul, viszont írni és olvasni az egy teljesen más. És hát nyilvánvaló, hogy a pusztinai iskola mellett a Nyisztorai Dana által létrehozott magyar ház az sokat tett azért, és tesz jelenleg is. De hogy kezdődött ez a tanítás, hiszen azt hiszem, hogy ez egyfajta küldetés mindenféle értelemben. Igen, pontosabban az 1950-es évek elején volt magyar tannyelvű iskola, de nagyon-nagyon rövid ideig. És amikor az megszűnt, utána egészen a 90-es évekig nem lehetett nagyon ott a magyar nyelvet sehogy se tanulni, tanítani. És román tannyelvű iskola volt végig, és most is az van, román tannyelvű az iskola. Annyi az egész, hogy 2000 óta, amikor beindult a magyar oktatás a faluba, akkor még csak iskolán kívüli hétvégi foglalkozások voltak Bilibók Jánőnél, és Nisztor Ilona vezette akkor is már a hagyományőrző foglalkozásokat. Az volt egy törés, úgymond, és aztán 2002-ben már az iskolába is bevezették a magyar órát, és azóta már heti 4 órában tanulják már az iskolába is a gyerekek a magyar nyelvet, de az összes többi tantárgyat románul tanulják, és ugye a templomban is, meg mindenhol a hivatalos nyelv az a román, inkább azt használják. De úgy gondolom, hogy a 2000-es év tényleg egy vízválasztó, meg nagyon örvendek, hogy elindult a magyar oktatás, mert tényleg írni, olvasni akkoriában nem tanultak magyarul írni, olvasni. De beszélgettek magyarul, csángosan beszélgettek otthon, ezt örökölték a szüleiktől. Én is magyarul beszélgettem otthon, amikor kicsike voltam, és mikor az óvodába kerültem, akkor kezdtem át tanulni románul. Viszont írni, olvasni, a mostani 40-50-60 évesek, 70 évesek nem tudtak. És aztán, amikor 2014-ben hazakerültem, akkor úgy gondolkoztam azon, hogy
lát, hogy nem lenne hülyeség megfogni valamilyen szinten a felnőtteket is, és meghirdettem egy ilyen felnőtt magyar óra címmel, minden héten egy-egy foglalkozást tartottam, és először csak 3 anyuka jött, utána csatlakoztak még hozzájuk, és most ilyen 13-on, 15-ön, 18-on, mikor, hogy vagyunk, és nagyon szívesen jönnek, és tanulnak írni, olvasni olyan asszonyok, akik már mondjuk 70 évesek, de olyan szívesen csinálják, és úgy örülnek, hogy mondják, hogy vannak ismerőseik Magyarországon, és ha Facebookon írnak nekik egy üzenetet, akkor tudnak válaszolni, és nekik ez olyan jó érzés, még ilyen korban is, hogy ezt meg tudták tanulni. És nem csak beszélni tudják, hanem írni és olvasni is most már. Ez egy csoda dolog. Ezt mi is tapasztaltuk Gyimes felsorokon, hogy milyen fantasztikus sikerként élik meg, hogy végre le tudja írni magyarul azt, amit gondol, hiszen igen, magyarul gondolkodnak, ez teljesen természetes. Viszont kell, hogy beszéljünk az éneklésről, hiszen 2000 az új évötlet hozta meg neked azt, hogy találkoztál Nyisztor Ilonával, és elkezdtél énekelni. Előtte is már ambicionáltad, hogy énekelj? Hát előtte is énekelgettem, még nekem a nagymamám tudogatott egy-két éneket magyarul tőle, és még egyet-kettőt tanultam, de aztán amikor Ilona nénihez elkezdtem járni az ő foglalkozására, az ő hagyományőrző óráira, én akkor nagyon megszerettem. És mindig, alig vártam, hogy szombat legyen, hogy mehessek a magyar órákra is, meg Ilona néni hagyományőrző óráira is, mert nem tudom, én nagyon, nagyon jól éreztem magam ezeken a foglalkozásokon, és örömmel, és azt láttam a többi társamon is, hogy nagy örömmel jön ezekre az órákra, és megszerettük, és mindig utána is, miután elkerültem Gyimes felsőlokra, és már nem tudtam járni ezekre a foglalkozásokra, úgy hiányzott minden hétvégén, úgy szívesen elmentem volna még, de már nem voltam otthon. Viszont örülök, hogy azóta is, tehát utána is tartott a kapcsolat, és most már kollégákként Ilona nénivel is nagyon jól meg vagyunk, segítsük egymást, és igyekszünk. Ugye fontosak voltak a kezdetek, hiszen igen, a számtalan korosztály kezdett el énekelni. És nyilvánvaló, hogy egy olyan, a csángó egy olyan népi kultúra, ami kincs, mondhatjuk. Hogy jött az össze, hogy korosztályoktól függetlenül, hiszen ezt láttuk ezen a Szent István Művelődési Házban megrendelt ünnepségen is, hogy mindig megvannak az idősek, és mindig minden korosztályban nőnek fel a fiatal tehetségek. Ezt egyébként itt Fehérváron is tapasztaltuk már most a Művelődési Házon túl is. Hát igazából ez annak is köszönhető, hogy a Magyar Házba Ilona néni sok olyan programot szervez, meg közösen szervezünk sok olyan programot, amelyre a felnőttek is hivatalosak, meg a gyerekek is eljönnek, és akkor együtt vannak, tanulnak egymástól. Meghallgassák a felnőttek is a gyerekeket, a gyerekek is részt vesznek azokon a foglalkozásokon, vagy azokon a rendezvényeken, ahol felnőttek is szerepelnek, és van olyan, legtöbb esetben inkább olyan rendezvényeink vannak, ahol mindenki jelen van, a felnőttek is, a gyerekek is, és szeretnek együtt lenni, és szoktam mondani Ilona néni, hogy kicsi kutya nagytól tanul, hát a gyerekek, amikor látják a felnőttektől ezeket, tehát igazából sokszor mondják, hogy tanítani, igen, kell tanítani, de sokszor amit látnak, azt úgy állásik, és példát kell mutatni nekik, és hogyha a felnőttek szépen énekelnek, szépen táncolnak, ők is igyekeznek őket utánozni, őket, vagy olyanok legyenek, mint a felnőttek, szeretnek ők is énekelni, táncolni. Tehát kitágult a világ is abban az értelemben, hogy egy olyan csapatot képviseltek most már, akik gyakorta járnak hozzánk, mármint ide-haza, otthonról hazajöttök, ha úgy tetszik. Igen. Mert és azt vettük észre, hogy rendkívül sok a fiatal tehetség. De mi mindent kell tenni ezért a hétköznapokon, hogy az a tehetség tényleg napvilágra kerüljön, hiszen azért tudjuk, hogy bármennyire is 21. század, azért pusztinán és környékén nem könnyű az élet ma sem. Nem könnyű, de
és hogy mi mindent kell tenni, minden egyes nap ott jelen kell lenni a magyar házba, várni, Ilona várja a gyermekeket, akár ha csak egyvel is tud foglalkozni, mindig ő ott van, rászánja az idejét, várja a gyermekeket, együtt van velük, napontos. Ezen kívül ezek a rendezvények, amiket szervezünk ott a magyar házban, akár hétvégenként, akár nyáron, kézműves napok, népdalverseny, szavalóverseny, játékos napok a gyermekeknek. Ezek azok a dolgok, amik úgy oda vonzák őket, és megszeretik, és akkor utána ők is várják már, hogy jöhessenek, és rendszeresen járnak. Hogy áll össze egy műsor? Hiszen nyilvánvaló megtapasztaltuk szintén ezt is, hogy egy nagyszerű ívet adtok mindig annak a hagyománynak, amelyet megőrzitek. Hát ugye nap mint nap, ha oda járnak a gyermekek a magyar házhoz, de a felnőttekkel is ugyanaz a helyzet, tanulnak mindig új énekeket is, meg mindig átismétlik a régieket, és a táncoknál ugyanaz a helyzet, és hogyha egy műsort kell összeállítani, az attól is függ, hogy éppen milyen időszak van. Jelenleg ugye most advent, karácsonyra készülünk, akkor olyan azokból a már tanult énekekből választottunk, amelyek karácsonyiak, adventiak, és akkor attól is függ, hogy éppen mennyi idő az, amit kaptunk. De ezt nap mint nap kellett gyakorolni ahhoz, hogy most csak úgy elévesszük, és egyszer-kétszer elénekeljük, és már mindenki tudja, mert nem most tanultuk. Hadd idézzem meg Szorák Katit, aki egyébként gyakori vendég volt itt Székesfehérváron, és ezen a jótékonysági esten is fellépett már számtalanszor. Amikor azt kérdeztem tőle, hogy mi a véleménye azokról a dalokról, amikor először hallott benneteket, amelyeket énekeltek, azt mondta, hogy a dalok szárnyán egy kis lelki nyugalmat hoz az embereknek ez a dal rész. Több száz éves dalaik annyira mélyről szólnak, hogy ezek ma is megérintik az emberi lelkeket, az ünnepi dalok pedig egészen másként, sokkal fényesebben szólnak, mert bennük a föld és az ég mindig összeér. És így sokkal könnyebb megérinteni az embereket, tette hozzá. Ez azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok mindent elmondott. Ezek a dalokat, ezek régi dalok többségében, ugye, de ezeket őrizni, ápolni kell. Ezt hogy lehet megtenni? Mindenképpen őrizni, ápolni és továbbadni. Tehát, hogy nem elég az, hogyha mondjuk Ilona néni tudja, az még nem elég ahhoz, hogy megmaradjanak, hanem átadni a gyermekeknek, a fiataloknak, és megszerettetni velük, hogy ők is, amikor rájuk kerül a sor, ők is adják tovább, hogy minél tovább fennmaradjon, megmaradjanak ezek a szép énekek. Ugye néhány éve, amikor a Kovács Krisztián Beceden is a Tamás Felícia csapattal voltál itt, akkor arról beszéltünk, hogy ők is azon korosztály közé tartoznak, akik a megőrzésben majd segítkeznek. Így történt? Igen, mondhatom azt, hogy így történt, mert Krisztián is, igaz, hogy most Magyarországon tanít éppen, meg itt él, de akárhányszor hívjuk, ha olyan verseny, mondjuk népdalversenyre, tavaly is, mikor Pusztinán volt szervezve a szeretmenti népdalversenyünk, akkor hazahívtuk zsűrizni, és nagyon szívesen jött. És akkor meg is kértük, hogy egy pár szót szóljon az otthoniaknak, meg énekelt is, úgyhogy attól függetlenül, hogy nem él otthon, Pusztinán, akárhányszor mód van rá, hazajön szívesen, és ott van a rendezvényeinken. Úgyhogy ennek örülünk, hogy attól függetlenül, hogy ha elment valaki, szívesen hazajön, és szívesen mesél arról, hogy ő is honnan indult már valamikor. Ő is ugyanúgy kezdte, mint én 2000-ben. Ő 2-3 évvel később, de ő is végigjárta ezt az utat, és onnat kapta, ő is ott kezdte, Milonával kezdte az éneklést, furuját is otthon tanulta először Ségerc Ferenctől, és utána került Magyarországra is, és örülök, hogy nem felejtette el Pusztinát, és hogyha hívjuk, akkor szívesen jön. Pusztinát nem is lehet elfelejteni, de ez vonatkozik teljes Székelyföldre.
Hogy állunk Székelyföldön? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy megvan az a szándék már, mint külső erők szándéka, hogy azt a magyar nyelvi kultúrát, azt az ősi népművészeti, illetve kulturális művészeti tevékenységet ellehetetlenítsék. Mi a helyzet másutt? Mert most ugye elvileg a Csángóföldről beszéltünk. Székelyföldön úgy gondolom, hogy ott talán egy cseppet könnyebb a sorsa a székelyeknek, mint a moldvaiaknak, mert ott még olyan jó helyzetben vannak, hogy imádkozni és tanulni tudnak magyarul. De biztos, hogy nekik is nehéz. És biztos, hogy meg kell harcoljanak nap mint nap azért, hogy ez megmaradjon, ami van. És hiszem azt, hogy ott is vannak emberek, akik ezt annyira fontosnak tartják. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb így gondolkozik, hogy amit kaptak, azt továbbadják. És bármennyire nehéz, ők ezt vállalják, és szerintem még sokáig fog Székelyföldön. Legyen így. Milyen terveitek vannak? Életen. Hiszen nyilvánvaló, hogy aki tervet mond mostanság ebben a Covid helyzetben, apropó, ezt nem is kérdeztem meg, hogy teltek azok az időszakok, amikor koronavírus járvány volt arra Csángóföldön is? Nagyon nehezen. Főleg az elején, amikor így hirtelen bezártak nekünk, ez nagyon furcsa volt, mert addig nagyon sokat jártunk Magyarországra is, nagyon sokat jártunk akár Erdélybe is, sokat jártunk otthon egymáshoz is, és hirtelen nem lehetett sehova sem menni. És ez nagyon nehéz volt feldolgozni, nagyon nehéz volt megszokni, de örvendünk, hogy most már egy kicsit jobb a helyzet, és bár ott a környéken lehet egymáshoz menni, most már ide Magyarországra is jöhettünk. Ez tényleg nagy öröm, mert utoljára ezelőtt majdnem 2 évvel voltunk Magyarországon Maglódra így együtt a felnőtt csoporttal, és azóta most voltak 3 hete az asszonyok Jászberényben, meg Budapesten, de kimaradt másfél év, majdnem 2 év, és nagyon érezték, és nagyon mondták is, hogy nagyon hiányzik nekik azt, hogy nem lehetünk együtt. Magyar házban sem nagyon gyűlhettünk össze, még akkor az elején, tavaly márciustól egészen szeptemberig nem nagyon tudtunk programot tartani, és ez látszott is az embereken. Feszültek voltak, már nagyon várták azt, hogy többet lehessünk együtt. Világos. Nos, hát akkor végül is elérkeztünk ehhez a kérdéshez, hogy akkor milyen terveitek vannak, hiszen tudom, hogy mindig terveztek előre, és azok hála Istennek mindig meg is valósulnak. Igen, tervezünk mindig, és mindig reménykedünk abba, hogy véghez is tudjuk vinni a terveinket. Most a Covid időszak egy kicsit betette a kaput a rendezvényeknek, és furcsa is volt, mint említettem, megszokni. De attól függetlenül mi minden olyan programot, amit eddig is tartottunk a Magyar Házba, igyekszünk megtartani, igyekszünk betartani a szabályokat, de azért most már többet találkozgatunk az asszonyokkal is, a gyermekek napi szinten ott vannak a Magyar Háznál, és készülünk mindig, tanuljuk a szép énekeket, táncokat, és igyekszünk minél több programot nyújtani az ottaniaknak, a gyermekeknek, hogy sokat legyenek magyar közegben, sok éneket, táncokat. Ugye advent már készülődik, a világ adventre ti is. Azt tudjuk, hogy a Csángó advent, a karácsony az mindig más. Igen, ilyenkor az emberek, mintha egy kicsit jobbak akarnának lenni, készülünk a karácsonyra, és nem csak külsőleg, hanem lelkileg is muszáj, vagy fel kell, hogy készüljünk az Úr Jézus születésére. És nálunk, ami adventben másképpen van, mint az év többi részében, az, hogy a hajnali misék, arra nagyon, nagyon szeretünk járni. Reggel 6-kor vannak, és valahogy azok is segítnek a felkészülésben, segítnek felkészülni a karácsony ünnepére, és jó együtt lenni. Jó adventkor is
együtt készülni, elvenni a karácsonyi énekeket. Jó, együtt már alig várjuk, elmenjünk közösen énekelni, már szoktunk menni karácsony előestén egymáshoz énekelni karácsonyi énekeket. Azt is nagyon várjuk. És jó, jó itt lenni. Azt nem is mondtam, hogy mennyire jó így 2 év után. Tényleg mindig nagyon szívesen jövünk Székesfehérvárra, de most még nagyobb örömmel, így, hogy kimaradt 1 év, tavaly nem tudtunk jönni. Nagy öröm számunkra, hogy ismét itt lehetünk. Én minden székesfehérvári nevében köszönöm, hogy itt vagytok, itt voltatok. És hát mit kívánjak Csángó barátainknak? Szerintem egészséget, már az a legfontosabb, ma az, ha nincs, akkor bajos. És aztán a többit intézi a Jóisten. Történjék így. Köszönöm szépen, Mónika, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, Mátyás Mónika volt a vendégem, akik a hagyományos Szent István Művelődési Házban megrendezett jótékonysági adventi esten voltak itt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!